A Kossuth teret fogjuk lezárni ettől a résztől. Így a sátrat is, és az embereket is el kell távolítani. Fogja magát a sátor és megtámadja Angela Merkel. Augusztus 8-án az illiberálishoz a beszéd után jöttünk ki. Egy ideig spontán tüntetésként, infrastruktúra nélkül voltunk, csak azt tudtuk, hogy nem megyünk többet haza. Amíg Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt, ez már egy profi tábor, ahol már nem fagyunk meg télen sem, a nap 24 órájában őrségváltásokkal folyamatosan gyakorlatilag szolgálatot teljesítünk. A terrorelhárítási központ a német kancellár látogatása előtti napon zárta le a Kossuth teret. A rendőrség semmiféle tájékoztatást nem adott erről, mielőtt elkezdte a tüntetők sátrainak a lebontását. Sőt, a bontás előtt nem is szólították fel őket önkéntes távozásra. Ő már kezdett terengeni előző este, hogy álljunk már meg egy pillanatra. Vajon miért nem akarnak tőlünk semmit? Merkel látogatás előtti éjszaka, amikor kaptam egy mobil hívást, amire rögtön kiütötték a mobilomat is. Mobiltelefonomra jött a hívás, hogy ennyi. Mobiltelefonom tudott. Itt már ment a bontás, amikor a kezembe kaptam a határozatot arról, hogy bontani fognak. Amikor önhatalmulag mindenféle bírósági jóváhagyásokat egy féltitkos szolgálati magánhadsereg, a TEK felülbírálat, utolsó pillanatban betilthatja, akkor itt Magyarországon nagyjából mindent meg lehet tenni. Minden. Rendőri határozat a bontásról, annak az elrendeléséről semmi ilyesmi nem volt. Mai napig sincs, a TEK határozatot nyomták a kezembe, hogy az egész területet kiürítik. Nem ez az első eset, hogy a hatóságok területlezárással vagy a védett személy biztonságára való hivatkozással próbálják elnyomni a tüntetők hangját. Holott már számos bírói ítélet mondta a jogsértőnek ezt a gyakorlatot. Ugye hát Merkel nem csak a saját szeméből informálódik. Azért Németország nem a sarki fűszeres, hogy csak azt lássa, aki éppen arra jár. Pontosan tudta, hogy itt valami volt még éjjel, és most már nincs. A rendőri szervek eljárását bíróság előtt támadtuk meg, mert a gyülekezési jognak az efféle ellehetetlenítése a TASZ szerint teljesen illegitim eljárás. Itt, most, hangosan, az ország főterén köszönöm szépen társaság a szabadságjogokért, TASZ, hogy te rengeteg mindenkivel szemben kiálltál és kiállsz értünk. Köszönöm, TASZ! Egy héttel a német kancellár látogatása után, a grúz miniszterelnök látogatása idején a rendőrség ugyanúgy területlezárással megakadályozta a tüntetés folytatását.